Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tegnap az elveszett ember második előzetesén kívül, amit ha nem láttatok, akkor nézzetek meg. Megjelent a Deadpool és Razsomák második előzetese, vagy pontosabban az első teljes értékű előzetese két új pószterrel. Az egyik az előzetes előtti estén érkezett, ami eléggé hajazza a Logan félére, pontosabban azt parodizálja ki, elég jó pofa módon. A másik pedig az előzetes után ebből két stílust kaptunk, az egyiken Logan, a másikon pedig Véd van a középpontban. Mind a kettő vagy három nagyon jól néz ki szerintem. Na de nézzük, mi történt, miket tudtunk meg, milyen érdekességek voltak elrejtve a Deadpool és Rozsomák első teljes értékű előzetesében. Minyárt az elején egy bárban vagyunk, ahol megjelenik vét, hogy beszervezze Logent egy csapatba. Ez a báros jelenet már több helyről ismerős lehet. Először is a Wolverine játék első teaser bemutatójában is, itt láttuk a karakter hasonló képsorokkal, de inkább szembe tűnőbb, hogy ez a szituáció hasonló, mint amit az X-Men elsőkben láttunk, amikor Magneto és Xavier megpróbálta őt beszervezni, és hasonló módon utasította őket vissza. Véd egy pisztolyjal szeretné őt rábírni a csatlakozásra, amire az van ráírva, hogy mosolyogj, vagy jön a villanás. Véd arról beszél, hogy mindent elvesztett, ami fontos volt, ez talán azt jelenti, sőt biztos, hogy azt jelenti, hogy az ő világa is veszélyben van. Az, hogy mi miatt, az nagyon érdekes kérdés, hiszen az első tízörben nem láttunk arra utaló jelet, hogy a világa pusztulna, ott inkább azt mondta, hogy a filmes univerzuma változik meg. Bár lehetséges, hogy itt valami térfúzió, vagy a multiverzumban van valami készülő Ben. Viszont, hogy mi okozhatja az ő világának a pusztulását, vagy mi miatt van veszélybe. Azért is érdekes kérdés, mert az előzetes eddig nagyon úgy azt mutatja, hogy Cassandra lesz a film főgonosza, azonban Cassandra egy ideig biztos, hogy a Voidban tartózkodik, így azt kizárhatjuk, hogy ő jelentene veszélyt védnek az univerzumára. Itt van valami más is a háttérben, amit a készítők egyelőre nagyon jól rejtegetnek. Hát ez az előzetes sem spoilerezett le semmilyen nagy dolgot, ezért óriási pirospont a készítőknek, tehát nem válaszolt meg kérdéseket, hanem még többet bedobott. Derül, hogy Logan világa is hasonlóan járt, hiszen teljesen tönkrement, Látunk képsorokat, ahol az X-menek sírjai mellett van, valamit tehát nagyon elrontott. Vagy az X-men elsők, vagy az eljövendő múlt napjaira gondolhatnak, bár utóbbinál és előbbinél sem voltak erre utaló jelek, de azt sem lehet kizárni, hogy ez a film a Logan előzménye lesz majd, hiszen ne felejtjük, hogy a Loganben a mutánsok nagy része már meghalt, és lehet, hogy ez néhány évvel a Logan cselekménye előtt játszódik. Azért zárnám ki, mert elvileg ezt a változatot látjuk majd a titkos háborúkban is, szóval én az eljövendő múlt napja is a tartom a legvalószínűbbnek, viszont az X-Men elsősét sem tudom kizárni. Lehet, hogy ez egy másik leágazásról van, amiben az X-Men elsőkben hozott döntése, hogy nem csatlakozik Xavierhöz és Magnetohoz, az súlyos következményekkel járhat, de ez is már ilyen bonyolult, tehát vagy egy teljesen új, vagy az eljövendő múlt napja is változatot látjuk itt, ki fog derülni hamarosan. Visszatér az egyik leggyanúsabb karakter, Paradox, ami nagyon érdekes, hogy az arc egy kisé monoklis, és az óra is be van kötve, és Wolverine is itt van a tévjánál, szóval úgy tűnik valószínűleg, hogy ő az, aki megverte. Arról beszél, hogy ez a rozsomák cserben hagyta a világát. Itt megint érdekes kérdés ez, mert az eljövendő múlt napjaiban nem hagyta cserbe. Inkább az X-Men elsőkben, viszont az sem olyan súlyos döntés, ami miatt ki kell, hogy halljanak a mutánsok, szóval érdekes lehet, hogy ez egy teljesen új. Wolverine variáns lesz. Aztán a void látjuk, hogy mi történik kettőjük közt. Ezek a képsorok, gondolom, az első előzetesben látott jelenet után következnek majd. Véd egy helyen a negyedik falat áttörve kérdezi Logan-től, hogy pontosan mi is bántja. Valószínűleg az univerzumának az elpusztulása. Érdekesség, hogy elvileg majd néha Logan is képes lesz áttörni a negyedik falat, és ezt szóvá is fogja tenni Véd Logannek, hogy hát ő ezt nem tudta, hogy neki is megvan ez a képessége. Ami érdekes, hogy Wolverine hogy kerül a void -ba. Ha összerakjuk a képsorokat, akkor úgy kezdődik ez az egész kalamajka, hogy a TVA felkeresi Véde. Az első teaserben is láttuk, hogy véd előbb-utóbb a TVA katonák ellen fog fordulni, és az első teaserben Wolverine már ott volt a Voidba, ezért azt gondoltuk, hogy ez a Wolverine végig a Voidban tartózkodik, viszont ez az előzetes indítás megmutatta, hogy bizony nem, Wolverine nem a Voidban kezd, úgymond, hanem a saját világába, és majd véddel oda fognak kerülni. Már csak az a kérdés, hogy pontosan miért, ugyanis hogyha az a küldetés, hogy Cassandra-t megöljék, akkor továbbra is fent áll a kérdés, hogy akkor viszont mi fenyegeti védnek a világát, hiszen Cassandra biztos nem, onnan a Voidból nem tudja fenyegetni. Az is lehet, hogy az előzetes elején látott Logan az nem ugyanaz, mint amit a Voidban látunk, tehát lehet, hogy a bárban lévőt sehogy ne sem sikerült rávenni erre, aztán kerítettek egy másikat, bár én ezt nem tartom valószínűnek, abban viszont biztos vagyok, hogy csavarosan van megvágva a tréler. megérkezik a jelenet, amire 24 éve várnak a rajongók, itt van rozsomák immáron teljesen képregényű szerelésben, vagyis majdnem teljesen, hiszen bár maszkban nem láttuk, de ilyen szétszaggatott ruhában igen, erről is kaptunk már korábban infót, hogy ő maga fogja szétszaggatni a ruháját. Térben utalnak a Deadpool képregények egyik írójára is, véd a világ megmentéséről beszél, és így továbbra is az a kérdés, hogy ki elől kell megmenteni a világát. Továbbá megtudjuk, hogy ez a Wolverine volt X-Men, tehát ez az eljövendő múlt napja is elméletet erősíti, vagy azt, hogy ez egy teljesen új variáns. Hiszen azt ne felejtsük el, hogy több variánst is fogunk látni a film során, és nem csak Hugh Jackman alakításában, mert például néhány hónapja, vagy talán csak egy hónapja lett hivatalos, hogy Harry Kevin is egy rozsomák variánst fog játszani. Aki esetleg félt az erbesorolás miatt, az most megnyugodhat, hiszen kellően durva lesz, és itt már bátrabbak voltak, mint az első tízer során. Megjelenik Cassandra Nova Xavier is egy pillanatra, ahogyan a bázisából jön ki, erre majd később visszatérünk. Továbbra is kérdés még, hogy ő fenyegeti-e világát? én azt mondom, hogy nem. Talán nem is az, ő a fő főgonosz, vagy csak egy szimpla főgonosz lesz, viszont lesz itt más is a háttérben. Ezzel kapcsolatban van amúgy egy teóriám, amivel majd egy következő videóban fogok foglalkozni. De ha Cassandra a Voidban van, akkor nem kéne, hogy veszélyt jelentsen világára ám van egy teória, miszerint itt a filmekben nekik szoros kapcsolatuk lesz, de erről majd legközelebb. A következő igazán érdekes képsor az Aliot, tehát ő is vissza fog térni a Loki sorozatból, őt már láttuk az első tízörben is, de ott még voltak viták, hogy biztosan ő-e az, most már tudjuk, hogy igen. Aztán itt van talán a legmeglepőbb képsor, egy óriási hangya koponya Cassandrának a bázisa. Az, hogy ez a Scott féle hangyája, vagy ez hasonló, mint az Old Mellogen képregényben láttunk, ott egy Hank volt ilyen óriási, azt nem tudjuk, ez inkább szerintem a Scott félelet. Viszont nagyon érdekes kis részlet ez, véd valószínűleg itt is, majd mikor ezt meglátja, át fogja törni a negyedik falat, és tesz egy említést róla, hogy itt találkozik az első MCU-s szuperhőssel. Itt egy cameo áradatot is kapunk, hiszen itt elég sok visszatérő van. Először is látjuk az Amerika kapitánya egyből a vörös koponya autót. Visszatér Lady Deathstrike Strike és Azazel is. Továbbá itt van Kalisto és Varangy, de a háttérben Pyrot is kiszúrhatjuk. Látjuk mozgásban is a vörös koponya autót, amin egy kis érdekes lehet kiszúrni, az ott bizony a vasember logó. Már olyan elméletek is mennek az interneten, hogy ez talán nem is a vörös koponya autó, hanem a vasember egyben látott kis kocsi, ami azért lenne érdekes, mert az akár egy utalás lehet egy olyan képregényekben, amikor Dr. Doom ellopta ezt az autót, az egy fantasztikus négyes képregény volt, tehát lehet, hogy ez szimplán egy kis easter egg, de az is lehet, hogy ennek még akár fontos szerepe is lehet. Itt láthatjuk Doc is, akinek a feltűnését már korábban megerősítették, sőt talán ő volt az első variáns, akinek a megjelenése hivatalos lett. Látjuk még Logent, ahogy Cassandrával harcol, de ami igazán érdekes, ez az utolsó képsor. Először azt gondoltuk az ágy alapján, hogy ez a Thor Ragnarök helyszínén van, azonban most már inkább úgy tűnik, hogy ez is a hangya koponyában van, tehát Cassandra tart magánál MCU-s relikviákat, és amit végképp nem lehet hova tenni, és agyeldobós, hogy Véd és Logan egy portálon keresztül jut ki a Voidból, legalábbis szerintem itt éppen a Voidból jutnak ki, és ez így nagyon sok kérdést felvet. Először is tudják, hogy ez egy olyan portál, amin keresztül kiúthatnak, mert így random beleugranak. Tehát lehet, hogy kapcsolatba álltak már azzal a személyel, aki ezt a portált kinyitja. A kérdés már csak az, hogy ez vajon Doctor Strange lesz, vagy Wong. Szerintem ez Wong lesz, de érdekes, tehát lehet, hogy a Voidon keresztül kapcsolatba álltak egymással, viszont kíváncsi vagyok, hogy akkor ezután mi fog következni, hova fognak kiugrani, lehet, hogy itt fognak majd átmenni az MCU-ba. Meglátjuk. Nagyon érdekes lesz, erős kis trailer zárás volt. Ez biztos, hogy rengeteg teória fog erről majd születni. Érdekes megfigyelni a hátteret is, ez cassandra a bázisa. Tehát onnan ugranak ki egy portába. Tehát itt vagy az van, hogy Cassandra kijutott a Voidból, és utána mennek, de akkor is áll a kérdés, hogy hogy sikerült velük kapcsolatba lépni, vagy az is lehet, hogy a film egy pontján legyőzik Cassandrát és kiugranak, mert valami fontosabb, illetve valami nagyobb ellenség is van itt a háttérben, vagy valami készülőben van. Szóval érdekes. Érdekes megfigyelni a hátteret is, ez Cassandrának a bázis. Itt talán említésre méltó még az Logan szinkron hangja, amit ugyanaz volt, mint az X-Men sorozatban, tehát nem az, amit a filmekből megszokhattunk. Engem személy szerint ez nem zavar, de nem tartom kizártnak, hogy csak az előzetesben hallhattuk így, a filmbe pedig megkapja a jól megszokott hangját. Nem egyedi eset lenne, hogy az előzetesben más szinkronizálja a karaktert. Általában az előzeteseket minél előbb le akarják szinkronizálni, így lehetséges, hogy az eredeti hangot nem tudták elérni, vagy más dolga volt. De ez nem azt jelenti, hogy a filmben majd nem ő lesz. Meglátjuk. Engem nem nagyon zavarna, ha nem ő lenne, de meglátjuk. Ez az elemzés ennyi lett volna, én ennyit tudtam kiszúrni, talán annyi easter egg nem volt, mint az első előzetesben, de ettől függetlenül rengeteg videót lehet hozzá csinálni, szóval újra beindul a csatorna, pörgünk, kommentbérjátok, hogy ti miket szúrtatok ki, miket vettetek észre, vagy hogy milyen elképzeléseitek vannak a film cselekményéről. Nagyon szépen köszönöm nekinek a figyelmet, a tetszett a videó, nyomjátok egy lájkot és iratkozzatok fel, vagy hogy érzitek, csatlakozzatok a tagok közé. További szép napot, sziasztok!